Indítsuk a Windows 8 rendszerünket, és nézzünk meg még két tippet, ami hasznos lehet a rendszer használata során. Tehát akkor kattintsunk rá a desktopra, és nézzük meg, hogyan tudjuk azt elérni, hogy hogyan tudjuk például ezt a képernyőképet le fényképezni. Ugye a régebbi Windowsokban Alt Print Screen billentyű kombinációval tudtuk ezt megcsinálni, és akkor vágólapra helyezte a képernyőnek a kinézetét, úgymond, és ezt egy képszerkesztő programba tudtuk beilleszteni, és onnan pedig ki tudtuk menteni egy file formátumba, tehát egy PDF vagy JPG formátumba tudtuk elmenteni. Most ugyanezt hogyan tudjuk megtenni a Windows 8-nál? Hát lényegében hasonlóan, csak annyi kiegészítéssel, hogy a Windows gombot nyomjuk meg, és úgy a Print Screen-t. Ezt mindkét felületen, a hagyományos ezen a Windows felületen, illetve a Modern vagy Metro felületen is tudjuk alkalmazni, és mindkét esetben működik. Ráadásul már rögtön le is mentődik a képek mappába az adott mentés. Na hát akkor próbáljuk is ki. Tehát akkor Print Screen, és nézzük meg akkor a mappánkat. És itt pedig a Pictures mappát kell megnéznünk. És itt van a screenshots. Tehát képernyőképek, rámenjünk. És már itt látható, hogy itt is van. Most megnyitja hozzá a kép megjelenítőt. És láthatjuk, hogy itt van a lefényképezett asztalunk. Jó. Visszalépünk. Megtanult módszerrel, és most ezt bezárom, és megnézzük akkor az új felületen, hogy ott is működik-e. Mondjuk indítunk egy alkalmazást, mondjuk egy időjárást, és azt a képernyőképet lefotózzuk, úgymond. Jó, be is jött, akkor megnyomjuk a Windows Print Screen-t, villant a képernyő, oda visszük az egeret fent, bal fentre, és megint elmenünk a File Browserbe, ott pedig a képeket választjuk, és már láthatjuk is az előnézeti képet, hogy már itt is van a második képünk is, ugye, most nem nyitom meg, de mindenki megnézheti, hogy sikerült, avagy nem. Még a következő tipp, és egyben az utolsó, az az, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy egyszerűbben tudjunk kilépni, ne pedig várakozzunk kelljen itt a következő beállításokra, amíg bejön egy-két beállítás. Hát itt a Shutdown tudjuk választani, de hogyha valakinek ez túl komplikáltnak tűnik, akkor egyszerűen létre kell hozni neki egy parancsikont, ami a kikapcsolásra van létrehozva. Ehhez jobb gomb kell az asztalon, New, és itt pedig a Shortcutot választjuk. Ide megadjuk a helyét, ami legyen az, hogy, illetve be is írjuk, Shutdown,
Pont exe. Minusz s. Minusz t. 0, 0. Hát a név az kikapcsolás is lehet például. És finish. Most ennek lett egy alapértelmezett ikonja. Rákatintunk jobb egére, properties, tulajdonságok, és itt pedig választjuk a change icont. Válasszunk egy valamilyen másik. Például legyen ez. Apply. Vagy oké. Jó. Ennyi lenne. És hogyha most már rákatintunk, akkor egy gombnyomásra kilép a rendszerünk. Köszönöm szépen a figyelmet!